Töredezett beton, foltozott útszakaszok, több ilyen rossz állapotú utca is van még Tolnán, azonban a városban ezek felszámolásán dolgoznak. Appelshofer Ágnes polgármester elmondta, hogy a település képviselőtestülete elfogadta az Úta Jövőbe nevű út- és járdarekonstrukciós programot, ami ezek helyreállítását szolgálja majd. Első körben nyilván a legforgalmasabb és a legrosszabb állapotú utcákat mértük fel, és ennek a programnak az elfogadásával a képviselőtestület felhatalmazott arra, hogy ezeknek az utcáknak a rekonstrukciós tervét, vagy felújítási tervét készítessem el, és keressek forrást ennek a rekonstrukcióknak, vagy ezeknek a rekonstrukcióknak a megvalósítására is. Négy utca felújításának terve el is készült már, a rekonstrukcióhoz szükséges forrás megszerzéséhez pedig Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője javaslatára és támogatásával a miniszterelnökséghez adtak be hozzájárulási kérelmet. A bruttó 184 millió forintos igényt nyújtottunk be a miniszterelnökséghez. Ebből nem csak az utcák újulnak meg, hanem a járdák rekonstrukciója is folytatódik. Ha pozitív elbírálást kap a kérelem, az előkészítő munkálatokat még az idén elkezdhetik a városban.